Üdvözlöm Önöket, Önök napi híradónkat, a hírhetet látják, nézzük kiemelt híreinket. Új látványossággal bővül a Rákóczi vár, 1,6 milliárdból fejleszthetik a történelmi emlékhelyet. Hideg idő lesz, erős mínuszokkal, nagyobb odafigyelésre szólít fel a sátoraljaújhelyi polgármester. A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény vezetőjét díjazta az Emberi Erőforrások minisztere. Akadálymentesítés, a Veresbástya rekonstrukciója, bádogtető felújítása, egy teljesen új közel 3500 négyzetméternyi háromszintes épület, a Rákóczi élménytár megépítése. Többek között ezek szerepelnek, azon tervek között, amelyek a Kastély és Vár program keretében a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumánál valósul meg, várhatóan 2019-ig. A sárospataki fejlesztés közel 1,6 milliárd forint lesz, és várhatóan további 35 ezer fős látogatói létszám növekedést hoz majd, nem csak a városnak, hanem a régiónak is. A 2017-es év elsősorban az előkészületek ideje lesz, majd a Kastély és Vár program keretében a Sárospataki Rákóczi várnak biztosított közel 1,4 milliárd forintból jövő évben megkezdődhetnek azok a tényleges munkálatok, amelyeknek köszönhetően számos új és már létező, de megújított látványosság várja majd a látogatókat. Az akadálymentesítések mellett a Veresbástya rekonstrukciója és egy teljesen új épület létrehozása is szerepel a tervek között. Legnagyobb eredménye lehet a vár programnak az a Rákóczi Látványtár és Látogatóközpont megépítése, ez az északi kertben lenne. Tehát ez a Szent Erzsébet utcán, hogyha közeledünk a várhoz, akkor a Bodrogpart felüli részen, oda egy 3500 négyzetméteres pinceszint, földszint, első emelet, tetőtér kialakítású új épület készülne, ide kerülne a magyarországi késő reneszánsznak az a hihetetlen gazdagságú tára, gyűjtemény együttese, ami épp úgy érték Sárospatakon, mint maga az épület, tehát azok a kőfaragványok, ami körülbelül 3555 tonna, ami most 6 raktárban a látogatók számára, látogatóktól elzártan látható, és ezeket rekonstrukcióban eredeti funkciójukhoz közelítve, tehát úgy szeretnénk bemutatni. Továbbá ebben az új épületben kap majd helyet a gazdag néprajzi gyűjtemény, valamint az öntött vas gyűjtemény is. A leghamarabb észlelhető fejlesztés azonban még ehhez az évhez köthető. Amikor a Perényiek idejében elkészült a Sárospataki Váregyüttes, és körbevették várfallal a város egy részét, a város kapuját, a külső város kapuját, a külső vár kapuját, ami a belső városba vezetett, a ma vízikapjuként emlegetett kapu feliratára fölé egy táblát tettek, a tábla lekopva ma is ott van, és latinul azt írták ki: boldog az a város, ahol hirdetik, és meg is tartják Isten igéjét, 1541. április 16-a. És ezt a táblát újítjuk majd föl. Mindez a reformáció 500 éves évfordulója tiszteletére történik majd. A számos újítást tartalmazó teljes projekt várhatóan 2019-re fejeződik be, akkor vehetik majd mindezt igénybe a látogatók. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma ennek tükrében további 35 ezer fős látogatói létszám növekedést remél. A hideg időjárás fenyegetést jelent a fedél nélkül élőkre, azonban nem csak ők vannak veszélynek kitéve, hanem azok a többnyire idős, egyedül élő emberek is, akik korukra, egészségi állapotukra, vagyoni helyzetükre tekintettel nem tudják befűteni a lakásukat. A következő napokban napközben is mínusz 10 fok körüli hőmérsékletre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat, ezért az új helyeket arra kéri a város vezetője, figyeljenek egymásra. Képeink a 4 évvel ezelőtti márciusi hófúváskor készültek. Most, januárban ugyan nem ritka, de kellemetlen, száraz, szeles, hideg időjárásra figyelmeztetnek a meteorológusok a következő napokban. A napközbeni kemény mínuszok még az egészséges szervezetet is megviselik, de jó öltözettel és odafigyeléssel tudunk védekezni ellene.
Nem úgy az idősek vagy azok az egyedül élő emberek, akik egészségi állapotuk vagy vagyoni helyzetük miatt nem tudják befűteni lakásukat. Ezért kell különösen figyelni a következő napokban egymásra, figyelmeztet a polgármester. Arra szeretnék mindenkit kérni, hogy különösen miután nagyon erős északi szél is lesz, komoly széllökések, hogy figyeljünk oda egymásra, ahol egyedülálló idős emberek élnek a szomszédba, azokra rá kéne kérdezni, hogy kell-e valamit a boltból hozniuk, ne nagyon mozduljanak ki otthonról, és ha úgy veszik észre, hogy valaki rászorul a segítségre, akkor jelezzék a polgármesteri hivatalnak, vagy jelezzék az Egyesített Szociális Intézménynek, mi rendelkezésre fogunk állni, és ha tudunk, segítünk. De elsősorban ez csak akkor oldható meg, hogyha valaki látja, hogy probléma van, hogy elfogyott a tüzelő, hogy nem füstöl a kémény, pedig szokott, hogy úgy vészelje át mindenki ezt a nagyon hidegnek mondható következő néhány napot, hogy senkinek ebből problémája ne legyen. Minden jó érzésű újhelyi polgárt erre szeretnék kérni. Az önkormányzatnál az Egyesített Szociális Intézmény szakemberei már tél előtt felmérték a városban élő idős vagy nehéz helyzetben élő embereket. Ilyenkor gyakrabban látogatják azokat is, akik nincsenek benne az állandó otthoni ellátásban. A hajléktalanokkal a Máltai Szeretetszolgálat újhelyi szervezete foglalkozik, és ezekben a napokban a rendőrség is nagyobb figyelemmel fordul az este, éjszaka utcán tartózkodó személyek felé. Fraknói Vilmos díjjal jutalmazta dr. Szabó Irént, a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény vezetőjét az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az eddig végzett tudományos munkásságát ismerték el. A szakember a katolikus kultúra kutatásának és bemutatásának sokféle területén dolgozik. Főként a magyarországi görög-katolikus vallásgyakorlat szakrális kommunikációjával, a vallásgyakorlat nem verbális eszközeivel és gesztusaival foglalkozik. A Fraknói Vilmos díjat a kiváló teológus és tudós történész emlékére 2000-ben alapították. A kitüntetés azoknak adományozható, akiknek munkássága kiemelkedő, a teológia, a filozófia, vagy az egyháztörténelem és kultúra területén, illetve akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását. Dr. Szabó Irén etnográfus történész, vagy ahogyan sokan ismerik, a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény igazgatója, a katolikus kultúra kutatásának és bemutatásának sokféle területén dolgozik. A magyarországi görög-katolikus vallásgyakorlat szakrális kommunikációjával, a vallásgyakorlat nem verbális kifejező eszközeivel, a vallásgyakorlat gesztusaival foglalkozik elsősorban. Többek között ezt a tevékenységét is jutalmazták ilyen módon. Meglepetés volt számomra a Fraknói Vilmos díj, mert soha nem gondoltam arra, hogy ezt így díjazni kell, vagy ezt így kívülről erre valaki ilyen módon odafigyel. Érdekes volt számomra is új élmény. Egyrészt nekem magamnak, hogy én magam is jobban értékeljem azt a munkát, amit elvégzek. Ebből a szempontból is érdekes volt. Másrészt az emberben rögtön felvetődik a méltatlanság érzése, meg hogy ez nem az én egyedüli érdemem, hanem ez sokaknak a munkája, mondjuk például az, ami a Szent Erzsébet házban folyik. Nyilván a tanári munka, vagy az egyéni kutatói munka az egy személyes teljesítmény. És minden ilyen díjnak, kitüntetésnek van egy olyan hatása, hogy a külvilág számára is fontossá válik. Dr. Szabó Irén közel 20 éve dolgozik Sárospatakon a Római Katolikus Egyházi Gyűjteményben, mely múzeum, könyvtár és levéltár. A 2007-től önálló intézményként működő gyűjtemény létrehozásában is kiemelt szerepe volt. Kiállítások, koncertek, konferenciák, tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezése mellett önálló kiadvány is fémjelzi munkásságát. Ezzel a díjjal, a Fraknói Vilmos díjjal egy vidéki katolikus kulturális intézmény munkája kapott elismerést, ami szintén nagyon fontos, mert a tudományos életnek és a kulturális életnek is van egy fő sodorvonala, ami tudjuk, hogy inkább a főváros és a nagyvárosokhoz kapcsolódik, és ilyenkor
egy picit előtérbe kerül azt, hogy igen, máshol is dolgoznak, emberek is minőségi munkát végeznek. 2016-ban dr. Szabó Irén mellett Pálos Frigyes atya művészettörténész, a Váci Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója, valamint Tusor Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, a Magyar Tudományos Akadémia doktora vehette át a Fraknói Vilmos díjat. Chess in the City, ezzel a címmel hirdetett sakversenyt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sakszövetség. A cél a sakksport és az idegenforgalom összekapcsolása, hiszen az egésznapos versenyen túl az adott hely turista látványosságaira is felhívják a figyelmet. A tavalyi versenysorozat utolsó állomása Sátoraljaújhelyen volt. A sakszövetség szeretné idén is folytatni ezt a sorozatot. Sátoraljaújhely is csatlakozott a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sakszövetség kezdeményezéséhez, amely a Chess in the City nevet viseli, és célja kettős, népszerűsíteni ezt az észjátékot és a verseny helyszínének turisztikai élményeit. A megyei sakszövetség kezdeményezéséhez 19 település csatlakozott idén. Sátoraljaújhelyen két ünnep között szervezték meg a versenyt, melyre 26-an neveztek. Tavaly még csak 2-3-an voltak benne, aztán aláírták a szerződést 10-en, és ebbe az évben aláírta Sátoraljaújhely polgármestere is, és most már úgy néz ki, hogy fog bővülni még további 3-4 várossal, most olyan 13-14 város van, és 2019-ig terveztük. Aztán, hogyha jól fog alakulni, akkor a 19 után is meg fogjuk hosszabbítani a szerződést. A 8 órás versenyen úgynevezett gyors játszmákat játszottak. Ez azt jelentette, hogy az egyéni és csapatjátékosoknak 2x5 perc alatt kellett jobbnak bizonyulniuk ellenfelüknél. Összesen 39 ilyen sakksprintet játszottak le. A verseny jó alkalmat teremtett arra, hogy az újhelyi sakkéletre újra felhívják a figyelmet. Azt reméljük, hogy minden ilyen verseny föl tudja lelkesíteni az itt élőket, és különösen az ifjúságot, és reméljük, hogy ennek lesz folytatása, és hát minél többeket be tudunk kapcsolni ebbe a gyönyörű játékba, amit a saknak nevezünk. Az idei versenynaptárban szeretnék korábbi időpontban és akár nemzetközi sakkmérkőzést is szervezni, akkor a többnapos vetélkedő mellett a város élményeinek kipróbálására is lesz lehetősége a sakkozóknak. Tokaj hegyaljai Zemplén szépségeit mutatta be tavaly karácsonykor Hazánk zöld csatornája, az Ozon Network egyik saját gyártású produkciója, a Magyarország madártávlatból második szériája térségünket látogatta meg a nyár során. Tájától Sátoraljaújhelyig, Fűzértől Sárospatakig számos helyszín és érdekes hozzájuk kapcsolódó történet elevenedik meg a filmben, amely címéből is adódóan dróntechnikával madártávlatból láthatja e vidéket. Hegyek, melyek egykor forrongó vulkánként dühöngtek, és amiknek oldaláról ma már mézédes nektár csepeg. A hely, ahová besűrűsödött a történelem. A bodrogparti Atén, a magyar Weimar és a ketté szakított város. Számtalan érdekesség Zemplénről és Abaújról, amit nem tudott. Úgy, ahogy nem látta még madártávlatból. Így kezdődik az az 57 perces film, amely Zemplént mutatja be madártávlatból. Az ország egyetlen zöld csatornája, az Ozon Network csapata készítette a filmet még a nyár során. A sorozat második évadában is csodálatos légi felvételeket láthatunk egy oktoperre felszerelt kamera segítségével. A stáb operatőre még a pataki forgatás alatt beszélt munkájáról. Mátyás már 20 éve készít légi felvételeket, korábban ezt csak motoros ernyővel tudta megtenni. Én azt gondolom, hogy ez a drón robotika, ez egy olyan óriási teret nyit a filmezésnek, ami nem csak egyfajta szemszöget enged, hanem egészen közel tudunk repülni az épületekhez, be tudunk repülni egy erdőbe, víz fölött, tehát nagyon közeli képeket is tudunk produkálni, egyben gyakorlatilag abból kieredztetve nagy totálokat is lehet hozni, tehát gyakorlatilag mindenre alkalmas. Zemplén természetesen bővelkedik látnivalókban, érdekes történetekben, de azért is volt fontos állomása a sorozatnak, mert a rendezője pataki származású. Erről azt kell tudni, mit csináltunk először ilyen filmet az országba, amikor gyakorlatilag folyamatosan csak fölülről mutattuk az országot. Hát és Zemplénről meg annyit, hogy szerintem evidens, hogy benne van ebben a sorozatban. Tehát, a mindent szeretnénk megmutatni, gyakorlatilag arról van szó, hogy ez a sok kis épület, ezek az emlékek, a tájak, ez így összeáll egy nagy történeti, ami gyakorlatilag Zemplénnek a történelme.
A közel egy órás játékidejű epizódban nem csak a zempléni tájban gyönyörködhetünk, hanem a narrátor Mihály Győző segítségével, a legkülönfélébb történetekkel és legendákkal ismerkedhetünk meg Zemplénről. A teljes filmet a sorozat YouTube csatornáján is megtalálják az érdeklődők. Táncoltak az elsősök. Az első fél év után a palánta avatót követően lettek az iskola diáktársadalmának tagjai a katolikus keri elsős évfolyamosai. Az iskolában hagyomány, hogy a 9. évfolyamos osztályok a téli szünet előtt különböző műsorszámokkal és a felsőbb évfolyamosok által meghatározott feladatok teljesítésével válnak palántává. Új látványossággal bővül a Rákóczi vár, 1,6 milliárdból fejleszthetik a történelmi emlékhelyet. Hideg idő lesz, erős mínuszokkal, nagyobb odafigyelésre szólít fel a sátoraljaújhelyi polgármester. A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény vezetőjét díjazta az Emberi Erőforrások minisztere. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Híreinket újra megnézhetik weboldalunkon, ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk drótpostán a zemplentv@zemplentv.hu címre, illetve figyeljenek bennünket közösségi oldalunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!